Magas részvételi arány mellett zajlott le az április harmadikai országgyűlési választás a 17. kerületben. Budapest 14. számú választókerületében, ahol a voksolásra jogosult 71.960 állampolgár, 76,4%-a, azaz 54.835 fő járult végül az urnák elé. Közülük pedig 54.294-en adtak le érvényes szavazatot. Dunai Mónika a Fidesz KDNP országgyűlési képviselő jelöltje, a 75-ös számú választó körzetben, az a Bóbita óvodában élt választó jogával. Horváth Tamás Rákosmente polgármestere pedig a 67-es számú körzetben, a Diadarúti általános iskolában voksolt a 2022-es választásokon. Az esti eredményváró rendezvényt a fidesz KDMP 17. kerületi szervezete a Pesti úton található székházában tartotta, ahol Dunai Mónika képviselőasszony mellett Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András és dr. Füzesi Péter alpolgármesterek, a fidesz KDMP önkormányzati képviselői, illetve aktivisták, segítők, valamint a párt szimpatizásai egyaránt jelen voltak. 98,96%-os feldolgozottság mellett a 2022-es országgyűlési képviselői választást a fidesz KDMP több mint kétharmados többséggel nyerte meg. A 199 képviselői helyen rendelkező országgyűlés összetétele így a következő képen oszlik meg. A Fidesz-KDNP pártszövetség 135 mandátumot, a DK, Jobbik, LMP, MSP, Momentum párbeszéd egységben Magyarországért 56-ot, a mi hazánk hetet nyert el, a magyarországi németek országos önkormányzata pedig a parlamenti patkóba egyetlen képviselőt delegál. A 17. kerületben ismét Dunai Mónika, a fidesz KDMP jelöltje kapott legmagasabb arányban bizalmat a választóktól. A képviselő asszony 98,80%-os feldolgozottság mellett a szavazatok 44,98%-át kapta meg, ami 24.421 érvényes voksot jelent. Szilágyi Györgynek a DK Jobbik Momentum MSP LMP párbeszéd jelöltjének 23.660 szavazatot, azaz az érvényes voksok 43,58 százalékát. A Mi Hazánk Mozgalom képviselőjének, Fazekas Lászlónak a voksok 5,16 át sikerült megszereznie, míg Szín a magyar kétfarkú kutyapárt jelöltje 3,87 százalékot, Hajmási Gergely a megoldás mozgalom képviselője pedig 1,57 a tudhatott magáénak. Az eredmények nyilvánosságra kerülését követően Dunai Mónika, Rákosmente, Kőbánya, Kertváros és az újhegyi lakótelep ismételten megválasztott országgyűlési képviselője mondott köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt hetek során megfeszített munkát végeztek azért, hogy a fidesz KDMP kampánya sikeres legyen, és a pártszövetség üzenete eljusson a választókhoz. Kiemelte, ez a győzelem nem csak azt jelenti, hogy tovább folytatódhat az a dinamikus fejlődés, amely hosszú évek óta tart Rákos mentén és Kőbányán, hanem biztosítja azt is, hogy Magyarországon továbbra is béke és biztonság legyen. Köszönjük Rákosmente, köszönjük, kőbánya. Magyarország győzött. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, amelyet a kampányban és a kampány előtti kemény munkában, Rákosmente fejlesztésében, kőbánya fejlesztésében segítséget nyújtottak nekünk az, hogy most ismét polgári kormány fog alakulni, az biztosíték nekünk, hogy a Rákosmente kőbánya tovább fog fejlődni. Köszönöm szépen mindenkinek, a csapatnak, azoknak is, akik most itt vannak velünk, meg akik itt állnak szemben velünk, meg akik most már otthon a televízióból néznek bennünket, segítettek bennünket, és köszönjük szépen minden egyes Rákosmentinek és Kőbányainak azt a szavazatát, amelyel a békét, a biztonságot és a fejlődést, Rákosmente és Kőbánya fejlődését támogatta. Hajrá Magyarország, hajrá Rákosmente, hajrá Kőbánya! Hajrá. Az országgyűlési választásokkal párhuzamosan megtartott négy kérdésből álló gyermekvédelmi népszavazás nem érte el az érvényességi küszöböt, így érvénytelennek minősül. 98,94%-os feldolgozottság mellett a szavazatok megoszlása szerint érvényesen 3.521.425-en Érvénytelenül 1.590.772-en voksoltak, míg azok száma, akik nem járultak az urnák elé, 2.753.911 volt. Az igen nemek szavazatok aránya így 269.689, valamint 3.251.736 volt a nemek javára. A kérdésekre adott válaszokra az elsőbről többség nemmel válaszolt.